Csabálon örvendetesen nagyon sok gyermek van, akik közül most sokan el is jöttek ide. Ezen sok gyermek ellenére Perváron csak mindez idáig egy közterületi játszótér volt, legalábbis egy klasszikus, komplett játszótér volt, játszóeszközök itt, amott voltak ugyan, itt a piactéren is, de komplett játszótér egy volt. Igaz, ezt is két éve teljesen felújítottuk, megújítottuk a Magyar Falu program keretében, viszont ez a játszótér, ez innen legalább másfél kilométer távolságban van, tehát igen messze, és gondoljuk el, hogy egy kisgyermekkel, vagy akár több kisgyermekkel, babakocsival, ezzel a lábbal hajtatós ördögmotorral, cvekkerekkel, mindennel megpakolva, ez igen emberpróbáló, mire oda eljut az ember. Úgyhogy nagy igény volt a falu másik végén, MSZ végén is egy közterületi játszótér létesítésére, és ezt terveztük is, ígértük is, csak hát ugye pénz hiány eddig nem volt erre mód. Most, hogy az utóbbi években ilyen szépen, úgy gondolom szépen megújítottuk ezt a részt, új épületeket építettünk, kezd kialakulni itt egy új intézményi központ, így még inkább kívánkozott ide egy játszótér. És hát a szerencse úgy hozta, hogy néhány hónappal ezelőtt, amikor egy rendezvényen polgármester társaimmal és képviselő úrral beszélgettünk, és kérdezte, hogy mi lenne az, ami sok embert érint, és viszonylag ebben a gazdasági helyzetben kisebb költséggel, tehát nem horribilis költséggel, de mégis meg lehetne valósítani. És hát akkor jött a megvilágosodás, hogy hát játszótér. És így került akkor sor már előttünk ugye Budakeszin és Zsámbékon játszóterek, játszóeszközök átadására, és nálunk pedig most fog ez következni. Tehát ezt a felismerést azok a tettek követték, hogy először is pályázatot adtunk be a Bethlen Gábor alaphoz, majd a pozitív elbírálást követően meg kellett várnunk ugye a tavaszt, a jó időt, és elkezdődött a munka, a megvalósítás. Ami ugyan már néhány héttel ezelőtt nagyjából befejeződött, és akkor szerettük volna az ünnepélyes átadást, de az időjárás akkor teljesen meghiúsította ezt, úgyhogy ma kerül erre sor, és hogy tényleg valójában is valami új vadonatúj is legyen, ma egy új libikóka eszköz került a játszótérre, és még továbbiak is vannak folyamatban, úgyhogy a nyár folyamán még lesznek kisebb, nagyobb meglepetések. Végezetül pedig ilyenkor köszönetet illik mondani mindazoknak, akiknek szerepe volt ebben a beruházásban, mindenekelőtt Magyarország kormányának, Mencer Tamás képviselő úrnak, államtitkár úrnak, az ACER Kft.-nek, a kivitelezőnek köszönjük, illetve a Perbák községért közalapítványnak, aki bonyolította az egész pályázatot és beruházást, illetve Fodor Gábornak, a falugondok úrnak és csapatának, akik rengeteg munkát fektettek ebbe a kerítés elkészítésében, és még nagyon sok egyébet nekik köszönhetünk. Én kívánom mindenkinek, a gyerekeknek, hogy nagyon sokáig használhassák és vigyázzanak erre az új játszótérre. Két gondolatot szeretnék önökkel megosztani. Az egyik az az, hogy nem olyan régen olvastam egy perbáli anyának a véleményét az interneten, valahol szembe jött velem, és ő azt írta, hogy én nem vagyok fideszes, de a perbáli játszi tényleg nagyon jó lett. És neki 4 gyereke van. És ennek azért örültem, mert ez volt a célom. Amikor tavaly áprilisban engem megválasztottak képviselőnek, akkor elmondtam, hogy 2 célom van. Az egyik az az, hogy az a majdnem 35 ezer ember, aki megtisztelt a bizalmával, az elégedett legyen a munkámmal. A másik pedig az, hogy azok az emberek, akik nem rám szavaztak, azok is találjanak olyan elemeket a munkámban, amelyeknek örülnek, és találjanak olyan célokat, amelyeket támogatni tudnak. És ez a játszótér, ez pont ilyen. Már látom, hogy nagyon jó lett, ugyanis kisgyerekes apaként, az én fiam 2 éves, van némi tapasztalatom a játszóterekkel. Például azt a kör alakú nagy hintát, azt fáradt apáknak is tudom ajánlani, mert ők is elférnek benne és tudják használni. De ami ennél is fontosabb az az, hogy én is tudom jól, hogy a kisgyerekek napi programjába
mennyire fontos az, hogy jó levegő legyenek, játszanak, kellően elfáradjanak estére, és ha a kisgyerek boldog, akkor az anyuka boldog, és ha az anyuka boldog, akkor apuka boldog. Tehát ez a lánc megvan, és akkor a kör bezárul. És valóban úgy van, ahogy a polgármester úr mondta, hogy amikor arra gondoltam, hogy hát némi nagyképűséggel játszótér felújítási programot, vagy építési programot indítunk itt Buda környékén, kicsit szerényebben és kicsit reálisabban azt tudom mondani, hogy mindent megteszünk azért, hogy minél több és minél jobb játszótér legyen itt a Buda környéki régióban, akkor pont találkoztunk polgármester úrral, kiváló barátommal, és amikor felvetettem ezt, hogy a játszótereket szeretném megújítani, vagy játszótereket építeni, akkor ő rögtön azt mondta, hogy akkor Perbál legyen az első körben ott, és ez így is történt, az első körben Budakeszin újítottunk fel egy játszóteret Zsámbékon, és most itt Perbálon adhatunk át egy remek játszóteret. Hogyha jól értesültem, már a gyerekek ezt használták az elmúlt hetekben, nagyon helyesen, csak hát az átadóra tudott ma sor kerülni, ez csúszott egy kicsit, de a lényeg az, hogy a gyerekek használják, és érezzék jól magukat, és találjanak olyan játékokat benne, amelyeket örömmel használnak, és valóban a lufik is nagyon fontosak. Az én fiam a lufit azt úgy mondja, hogy lufó, úgyhogy nekem a lufót biztosan haza kell vinnem, mert hogyha kiderül, hogy én lufóval találkoztam, és nem vittem haza lufót, akkor abból nagyon nagy probléma lesz. Isten éltesse a perbáliakat, Isten éltesse önöket, legfőképpen a gyerekeinket, a gyerekeket, mégiscsak a gyerek a legnagyobb kincs, és a gyerek az életnek a legnagyobb örömforrása és meghatározója. Úgyhogy kívánok önöknek jó egészséget, és azt, hogy a gyerekek, az édesanyák és az édesapák is érezzék jól magukat ezen a játszótéren. Köszönöm, hogy meghallgatta. Sziasztok, köszöntelek benneteket itt Perbálon a játszótér átadása alkalmából. Mit szóltok ehhez az új játszótérhez? Szükség volt már rá? Hát szerintem ez nem is kifejezés. Hát ez egy fantasztikus dolog végre. Történt egy olyan a falu életében, amit mi is maximálisan ki tudunk használni. Ugye főleg úgy, hogy akkor, amikor betelek a gyerekek, vagy pedig nem tudnak óvodába menni bármilyen okból, akkor tökéletesen el tudjuk tölteni az időnket. Úgyhogy nagyon szuper, köszönjük szépen. Hány gyerkőc van? Hát kettő kicsi van, és van egy nagyobb is. Hát ő már nem fogja használni, mert már 15 éves, de a két kicsi ezt tökéletesen kihasználja. Kipróbált már valami játékot a lányka? Szerintem a kérdés az, hogy melyik az, amit nem próbált ki. Borka, mi tetszett legjobban a játszótéren? Mi a kedvenc játékod egyelőre? A csúszda. A sárga csúszda? Lecsúsztál rajta? Szuper gyors? Igen.